Sok szeretettel köszöntöm az arcképmás nézőit. Fornosi D. Júlia vagyok. A műsor olyan személyiségeket hivatott bemutatni, akik hozzátettek Kárpátalja szellemi örökségéhez. Akár hivatásukkal, akár kétkezük gyümölcsével, akár közösség teremtő vagy megőrző képességük által. Mondhatni, kárpátikumok. A mai beszélgető partnerem is nagyban hozzájárult kis hazánk hírnevének öregbítéséhez. A József Attila díjas, a Magyar Köztársaság érdemlend lovakkeresztjével kitüntetett Vári Fábián László költőt ismerhetjük meg közelebbről. Sűrved a setét éjjeli posztó, az a szövőszék jaj de magas, a csillag ménesnek abrakot osztó, teli hold fénye, ólomsugaras. Hely Famulus! A szomjúság támad, s már egy hete száraz a cseber. Üres kupához illik a bánat, nem üzen Tokaj, sem Vígeger. Beregszász hegyei megrontva ülnek, hasznát elszívták kóbor ördögök. Ott most tablettás lőréket szűrnek, az úristenege hasztalan dörög. Nem terem nékünk malos a szőlő, mustot sem áld, mert nincs bakator. Onthat itt áldást májusi felhő, bor nélkül iszonyú gyászos a tor. Lány lép szobámba, palacka kezében, sok leomló fürtje vad fekete. Én rejtem a szívem rác feketébe, de részegen villan rám a szeme. S már feslik a setét éjjeli posztó, rikolt a harson a hangú kakas. Vakít a képernyőn frissen hult porhó, és magas a kedvem, ma újra magas. Kezdhetnénk a Vásártér című regénye kapcsán, hiszen az gyerekkori visszaemlékezésekről táplálkozik főleg, és mi is azzal kezdjük akkor a gyerekkorral, hogy hol is született, hol is nevelkedett, milyenek voltak a gyerekkori és az iskolás évek. Tiszaújlakon születtem, ebben az Ugocsa megyei nagyközségben, amely az árvizektől és a történelem különböző csapásaitól olyan sokat szenvedett évszázadai során. A szüleim cipőgyárban dolgoztak, munkás emberek voltak, ugyanis a cipészet, a csizmadia mesterség nagyon régóta elterjedett volt Tiszaújlakon, hiszen az országos vásárok nem lehettek meg. Már a Tiszaújlakon rendezett országos vásárok a helyi csizmadiák és cipészek termékei nélkül. Tehát ennek a hagyománynak az alapján cipőgyárat létesítettek 1946-ban, és az én édesapám, aki körülbelül ekkor 1946 nyarának közepén jött haza a grúziai gulág táborból, itt helyezkedett el, és így lett belőle cipőgyári munkás, holott fiatal korában vasutasnak készült, tanult vasutasnak, vasutas tisztnek. Ezt az álmát a háború elvágta, így lett belőle cipőgyári munkás, és így lettem én munkás gyermek. És miért pont a magyar szakon jött az irodalom szeretete? Ó, hát az régi, az irodalom szeretete. Az apám is nagyon szerette az irodalmat, és különösen a költészetet. Annak ellenére, hogy cipőgyári munkás volt, de valamikor a polgáriskolában jó tanulónak számított, és az irodalom és a költészet kimondottan érdekelt. Tehát tucatnyi verset tudott fejből, ha olyan kedve volt, akkor idézte is ezeket, mondta hosszan, sőt, még német nyelven is tudott verset mondani. Néhány vers, amelyeket gyakran mondott, bennem mélyen megragadott, és hát ezeket később magam is elővettem, olvastam és megtanultam, de azt kell mondanom, hogy az ő polgári iskolai olvasókönyvében olyan irodalmat, olyan szemelvényeket találtam, amelyek nagyon-nagyon lekötötték a figyelmemet. Hát például Reményik Sándort 10 éves koromban ott olvastam az ő olvasókönyvében, amikor nem is kellett volna, hogy halljak Reményikről. Az Eregy hatuc versét akkor szinte megtanultam néhány olvasás után. Anyám viszonylag korán megszerezte nekem azokat a meséskönyveket, amelyek hozzáférhetőek voltak abban az időben. Hát az első mesekönyvet 58-ban adták ki Kárpátalján. Magyar népmesék válogatás volt, Sándor László készítette a válogatást, az volt az első mesekönyvem. Aztán természetesen a szovjet népek meséi is jöttek, azokat is megvette, de egyébként semmiféle könyvtárunk nem volt.
Tehát a családban a nagyanyám bibliáján kívül azt hiszem nem volt semmiféle más könyv. Volt néhány rongya olvasott, elrongyolódott tolnai világtörténelem kötet, de azok szanaszét hevertek, és mondom, az apám olvasókönyve. De aztán könyvtárba jártam, az iskolai könyvtárba. Nem csak azért, mert valamilyen kötelező olvasmányt a lelkemre kötöttek, hogy el kell olvasni. Olvastam persze a szovjet háborús regényeket, de aztán, mikor szétnézhettem a falusi könyvtárba és a községi könyvtárba, akkor két-három olyan utcabeli cimborám is volt, akikkel együtt jártunk oda, és válogattuk a könyveket. Aztán 5-6-ot vittünk haza egyszerre. Hát amikor a Dzsungel könyvét, Kipling művét olvastam, akkor azt hiszem, akkor tanultam rendesen olvasni. Ez volt az első komoly olvasmányom. Az ungvári évekről mit érdemes tudni? Annyira egyenes volt, elsőre fel is vették, mint ahogy említette a szőlősi iskola nívossága miatt talán. Felvettek elsőre, nem volt gond. Gondolkodtam még felvételi közben, mikor már két vizsgán túl voltam, hogy ne francia szakra menjek-e át, mert a francia felvételiztető tanárok erre biztattak. De hát gondolkodtam egy keveset, azt hiszem egy éjszakát több, nem igen volt rá, aztán döntöttem a magyar mellett. Készült önről egy ilyen önéletrajzi kötet, és abban elolvastam az első mondatot, költő a félelem nélküli korszakból. Ez köthető még ezekhez az időkhöz is, és később is jellemző lehet? Kimondottan ezekhez az időkhöz köthető, ugyanis hát egyik nagyon kedves barátom, S. Benedek András, vagyis Stumpf Benedek András, ő mondta azt, hogy az apáink után mi vagyunk Kárpátalján az első félelem nélkül felnőtt nemzedék. Mert az apáink nagyon meg voltak félemlítve. Az én apám 18 éves volt, amikor elvitték a lágerbe. Szándékosan nem Málenki robotot mondok, mert utálom ezt a kifejezést, ez az újságíróknak a szüleménye. A rendszerváltozás táján akkor született ez a kifejezés, de az apák mindig lágerről beszéltek, szovjet munkalágerről, munkatáborokról. Tehát őt nagyon megverték szóljván, azért, mert szökni próbált. Majdnem halálra verték. Alig élte túl. Hát ő meg volt félemlítve rendesen. És meg voltak félemlítve mások is, akik megjárták a szovjet fogolytáborokat, vagy pedig, akik akkor még fiatalok voltak, gyerekek voltak, 44-ben nem töltötték be a 18. esztendejüket, hanem, mit tudom én, csak 16, 17, meg 15 évesek voltak, azokat később Dombászra vitték őket, a szénbányákba, ott tanultak mesterséget, úgymond, és hát kaptak egy kis kiképzést a szovjet életmódból és a fegyelemből. De az vajon hogy működik? Mert olvastam erről pont nem régiben egy tanulmányt, hogy öröklődnek a félelmeink. Tehát apáról, fiúra és a többi valahogy megmaradnak ezek a dolgok. Laci bácsinál pont az ellenkezőjére fordult, hogy nem a megfélemlítés maradt meg, mint örökség vagy mint hagyaték, hanem az ez ellen való felszólalást. Igen, hát nem csak nálam volt ez így, hanem nagyjából a nemzedékemnél, a társaimnál is, ők is így érezték, és mondom, a Béni barátom fogalmazta ezt így meg, mindannyiunk helyett szinte. De abban az időben mi valóban mertünk egy kicsit bátrak lenni, mertünk beadványokkal fordulni a szovjet hatóságokhoz, a kommunista párt területi szervezetéhez, meg még följebb. Mertünk aláírásokat gyűjteni, ekkor kezdődött az első polgárjogi mozgalom, amelyet a kárpátai magyarság elindított, tehát ebből az ügyből kifolyólag, ebből a forrásügyből kifolyólag indult el. De hogy mertek? Már bocsánat. Mertünk. Tehát hogy mer egy... Hogy? Tehát tudom, hogy az apámat elvitték azért, mert a nemzetisége miatt is. Ezután, 25-30 évvel utána merek ugyanezen hatalom ellen fellépni? Mertünk, mert fiatalok voltunk, nem gondoltunk bele abba, hogy milyen következményei lehetnek. Szibériába ugyan már nem vittek. A megtorlás legfeljebb annyiban merült ki, hogy az egyetemről kicsaptak bennünket, a barátaim, akik már munkahelyen voltak, akik már dolgoztak, őket a munkahelyükről bocsátottak el, többünket katonának vittek,
S. Benedek Andrást először, aztán engem, aztán Tóth Istvánt, a későbbi beregszázi főkonzult, és Fodor Géza barátunkat, jó néhányunkat elvittek bizony katonának, mert másképp nem tudtak megfegyelmezni, meg megállítani, hogy a szervezkedés abban maradjon. De olyan megfélemlítések, amelyek manapság merülnek föl, olyanok nem voltak. Úgy nem féltünk, a létünket nem féltett, létünkben nem voltunk veszélyeztetettek, csak korlátozottak voltunk rettenetesen. És aztán így került el katonának, a katonai évekről? Hát a katonai életről született egy könyvem, a Tábori Posta. Ki lehetett bírni azt is, és végül is nem sajnálom azt a két évet, amit ott elvesztegettem. Azért nem sajnálom, mert különböző emberekkel, fiatalokkal kerültem össze, különböző nemzetiségűekkel, és megtapasztalhattam azt, hogy ki hogyan viselkedik bizonyos körülmények között. Kire hogyan lehet számítani, kik azok, akikre barátként gondolhat az ember, és kik azok, akik megfojtottak volna egy kanálvízben. Tehát tapasztalatokat gyűjtöttem. És aztán jött a beregszász, és jött a vasipar. Hát 1974-ben én hazajöttem, és hirtelen nem tudtam mit kezdeni, elhelyezkedtem a beregszászi vasgyárnak mondott kísérleti üzemben, ahol ilyen, hát benzinkutakhoz ilyen szivattyú állomásokat készítettek, meg autodiagnosztikai berendezéseket, de itt helyezkedtem el, és plakátokat mázoltam. Ekkor még nem fejeztem be az egyetemet, de 74 nyarán üzenték, hogy megpróbálkozhatok újra, adjak be kérelmet az Ungvári Egyetemre, és a negyedik év folyamon félbeszakított tanulmányaimat folytatni kezdtem, de már nem nappalin, hanem csak levelező tagozaton, mert nem akartam nappalira visszamenni, munkahelyemet nem hagytam, és hát végül így levelező tagozaton fejeztem be az egyetemet. Ehhez egyébként a család mit szólt? Az édesapja mit szólt ahhoz, hogy a fia? Az édesapám? Uh-huh. Az édesapám az engem rettenetesen féltett. Amikor első írásaim megjelentek, aztán különösen amikor a bírálatokat olvasta, akkor nagyon meg volt ijedve. És megpróbált lebeszélni engem az írásról, hogy hagyjam abba. Később, amikor családom lett ismét, aztán persze egy 8 éves szilencium várt rám, 8 évig semmit nem közölhettem itthon Kárpátalján, de Magyarországon, itt-ott folyóiratokban, újságokban azért megjelentek az írásaim, verseim főképpen. És az apámnak még ekkor sem tetszett. Mikor aztán már elérkezett a rendszerváltozás, aztán látta, hogy itt nagy bajok nem készülődnek is, nem kell semmilyen veszélytől tartani. Akkor talán már beletörődött, akkor az első sikereim, díjaim, kitüntetéseim is jöttek sorra, akkor talán már beletörődött. És hát azt hiszem, egy kicsit büszke is volt rám, boldog volt, hogy így beteljesedni látszott az életem, a sorsom. Mint ahogy említette is, a 8 éves szilencium, az nem törte meg abban, hogy olyan hangulatú és érzelmű verseket írjon, amit helyesnek tart, vagy ami kikívánkozott önből. Egy szilencium soha se jó, akkor se, hogyha az asztalfiúknak dolgozhat az ember, de én nem nagyon tudtam dolgozni. A tanítás mellett, az állandó elfoglaltság mellett. Később aztán a 80-as években azt hiszem történt egy kis változás, Valami történt az életembe, és újból írni kezdtem. Soha nem írtam sokat. Kevés beszédű voltam mindig is, de azt hiszem, sikerült néhány olyan verset írnom, amelyek célba találtak, hallófülekre találtak, és amelyeket az egész Kárpát-medence ismer ma is, és számon tart. Megint visszatérek a Vásártérhez. Miért most volt fontos egy ilyen gyerekkori ihletésű regényt megírni? Azért most került rá sor, hát körülbelül 5 éve kezdtem az írását. Emlékezni sem könnyű, mert a 50-60 évvel ezelőtti dolgokra, hogy vissza tudjunk emlékezni, nagyon el kell merülni az emlékezés folyamatában, nagyon alaposan vissza kell gondolni, szinte vissza kell helyeznie magát az embernek abba a korba. És
ezért is született nehezen meg ez a könyv, de azok a történetek, amelyek ott ellettek mesélve, azok a kisgyerekkori történetek, hát szinte 10-11 éves koromig történt dolgokat mondom ott el, azok azt hiszem az én életemben, eddigi életemben meghatározó fontosságúak voltak, és alakították a későbbi sorsomat is. Tehát az én egyéniségem akkor formálódott ott abban a családi környezetben és az utcai környezetben. Van nekem 3 gyermekem, felnőtt gyermekem és 8 unokám. Hogyha majd valakinek eszébe jut belelapozni ebbe a könyvbe, akkor megtudhatja azt, hogy milyen volt a nagyapa gyermekkora. A vásártér is, fecskehajtó idő is, az ereimben az idő is, mind az idő. Kicsit úgy érzem, hogy az idő és a Vári Fábián László kapcsolatában van valami sorsszerű, van? Jól érzem? Vagy ez csupán a véletlenek érdekes játéka? Meglátás, én erre eddig nem gondoltam. Azt mondom, hogy ezek a címek véletlenül alakultak így, de a tudat alatt talán valóban van valami, ami befolyásolja az én címadási tevékenységemet. Úgy látszik, igen. A fecskehajtó idő az őszről szól, az elmúlásról is egy kicsit, a vásártér pedig hát az emlékezés értelmében jeleníti meg az időt, a múltat és a jelent köti össze, ereimben az idő pedig az én személyes sorsomról, az én öregedésemről szól, mert hát arról is lehet őszintén vallani. Az mindig nagyon érdekelt, és valahogy próbálom elképzelni, hogy hogyan dolgozik egy költő. Jön az a bizonyos múzsa, jön az ihlet, és akkor kell nálunk legyen egy toll meg egy papír, vagy pedig leülünk egy könyvekkel telt szobában, és akkor várjuk az ihletet, és úgy izzadunk ki magunkból egy költeményt? Két egyforma válasz erre még nem született. Először is nem mindenki vallja meg őszintén, hogy hogyan ír, hogyan alkot. Tehát Nagy Lászlót, amikor megkérdezték ebben a kérdésben, kérték a véleményét, hogy ihlet. Azt mondja, ő nem szokta használni ezt a kifejezést, sőt, ő költőnek sem szokta magát nevezni. Igen, mert ő ennyire szerény ember volt. De azt szokta mondani, hogy eljön az az idő, amely a versírásra alkalmas. Amikor az ember kellőképpen el tudja magát vonatkoztatni a környező világtól, valaki úgy dolgozik, magam is tapasztaltam a kollégák között járva, kelve, kapcsolatot tartva velük, hogy napközben járkál, teszi a dolgát, és ha valami eszébe jut egy gondolat, egy kép, akkor előkapja a noteszt és beírja, hogy el ne felejtse. Azt hiszem, ezt kellene nekem is tennem, mert ez mindenkivel előfordul velem is, de mire elő kellene vennem azt a gondolatot vagy képet, akkor már nem is tudom, hogy miről volt szó. Tehát mégiscsak jó ez a módszer. Valaki így dolgozik. Mikor aztán nagyjából összegyűlt megfelelő mennyiségű gondolat, akkor azon kell gondolkodni, azon kell törni az embernek a fejét, hogy most mit lehet ebből kihozni. Hogyan lesz belőle rím? Mert ugye nem rímekben születik meg a gondolat. Ó, az már csak egy mellékes dolog a rím. Én általában kedvelem a rímet. De hát az jön úgy magától a rím. Isten adta. Igen. Igen, és hát lehetőleg arra kell törekedni, hogy azok a rímek ne elcsépeltek legyenek, hanem újszerűek. Nyilván nem lehet ugyanazt írni most 2018-ban. Azért mégis van egy stílus, van egy jellemző karakter a költészetében, ami kialakult. Hát azért 68 óta fejlődni kellett valahová, mert ott maradtam volna a 68-as szintemen, akkor azt hiszem most nem ülnénk itt, nem beszélgetnénk. A tájékozódás egy kicsit megnyitja a gondolkodás lehetőségét, megnyitja az ember szemét. Van most valami készülőben, vagy most pihenés van ezután a nagy regény után? Most van egy kis pihenés, meg annyi a tennivaló a ház körül, a családban, hogy
nyár eleje óta, vagy tavasz óta nem is tudtam semmit írni. Hát egy-két esszé, egy-két tanulmány azért megszületik közben, mert hát nem csak verset ír az ember, meg nem csak szép prózát ír, hanem különböző szövegeket is. Még a folklór tevékenységéről nem beszéltünk, az is fontos volt. Hát a folklórral igazából 69 nyarán találkoztam, amikor már egyetemista hallgatóként feladatokat kaptunk, hogy gyűjtsünk folklór alkotásokat, tehát népdalokat, meséket, népballadákat. Ez a gyűjtés természetesen nagyon nehezen indult, mert minden kezdet nehéz, hogy másfél tucatnyi népballadát sikerült összegyűjtenem, de ezt sem egyedül végeztem, hanem társaságban, a társaimmal közösen. Végül összeállt egy olyan szép balladanyag, amit meg is jelentettünk. 1992-ben Ungváron az Intermix kiadónál jelent meg, majd még két kiadása született. A Vannak ringó bölcsők című kárpátaljai népballada kötetnek. Az irodalomtörténészek, akik velem foglalkoznak. Milyen ezt megérni, hogy irodalomtörténészek foglalkoznak velem? Vannak irodalomtörténészek, kritikusok, akik rendszeresen visszatérnek a köteteimhez, és írnak, tudatosan írnak a megjelenő anyagaimról, verseimről, vagy prózámról. Na és hát a rólam szóló kis monográfiát valóban irodalomtörténész írta, Pap Endre, és ez már egy komolyabb munka. Melyik a kedvenc? A vers, a próza, szép próza? A vers, mindenképpen a vers. Nem is várom, hogy végigmond a kérdést. Jöhetnének még a tanulmányok, jöhetnének az eszék, ugye, de a vers a kedvenc, egyértelműen. Milyen érzés az, hogy kap az ember elég sok nívós díjat, akár József Attila díj, akár a Lovagkereszt, de mi az igazi elismerés? A nyolc unoka mosolya? Vagy ezek, ezt két külön fiók? Valahol kiegyenlítik egymást. Azt szoktam mondani, hogyha semmi más nem tettem volna, csak ennyit, hogy a három gyerekem után nyolc unokám van, és jön a kilencedik, meg a tizedik hamarosan, akkor már nem éltem hiába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az Arcképmás mai műsorában Vári Fábián László, József Attila díjas költővel beszélgettünk. Remélem, sikerült közelebbről megismerniük a költő személyiségét és művészetét. Egy Vári Fábián idézettel búcsúzom. Makacs szánkra fegyelmet izzó jogarral éges, csak őriz meg bennünket. Édes, édes anyanyelv.